Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm Karucka Júlia igazgatónőt, igazgató helyettes asszonyokat, tanárainkat, rokonokat és barátokat, és titeket végzős társaim. A gombavató fontos esemény minden végzős osztály számára. Rengeteg előkészülettel jár, ami során visszaemlékszünk itt töltött éveinkre. Ez talán az első olyan esemény, ahol tudatosol bennünk, hogy gimnazista éveink hamarosan véget érnek. Eszünkbe jutnak legszebb emlékeink, hogy mennyit tanulhattunk itt különböző tudományokról és az életről. Életünk egy meghatározó szakasza zárul le hamarosan. A Gárdonyi falai között váltunk fiatal felnőttekké, és jellemünket nagyban formálták tanáraink. Műsorunkkal szeretnénk visszaidézni az együtt töltött időt, és megköszönni a munkájukat. És most következzenek is a műsorok. Először a 12. A-osztályt láthatják, addig felkészül a 12. C-osztály. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a gombavató ünnepségünk második programján, amely a végzős osztályú gombavatós műsora. Az elkövetkezendő percekben a 12. K-osztály előadása kerül bemutatásra, melynek betekintéséhez jó szórakozást kívánok! Szia, mondjad! Nem zavar. Épp most értem haza suliból. Á, semmi, csak tanulnom kéne. Pont most számoltam ki, hogy már csak 23 nap van az érettségig. Lekésted a buszodat? Ja, jól van, gyere át, persze, nyugodtan. Oké, és hozzad Nullit is. Na, szia! Szia, Szom! Jöttünk erősíteni. Szia! Sziasztok! Nos, mit tanuljunk? Magyar vagy terít? Dobjunk fel érmét, én azt mondom. Úgy látom, most az Anton maradt alul. Na hát akkor, mondjuk, Kosztolányira emlékeztek még? Hát, úgy érzem, nem eléggé. Fizetben nektek le van írva? Nekem nincs, de legalább helyet hagytam ki neki. Az októberi naivénem még bízott abban, hogy egyszer befótolom. Se baj, régi jó barátunk ismét segítségünkre lesz. Felhívjuk be a nénit. Biztos nagyra értékelni így este felé. Gondolkozz, Nóra, Zanza TV-t sosem zavarod. Tényleg, jó ötlet. Már kapcsolom is. Várjatok már, nekem olyan gyanús ez a videó. Fú, én nem láttam már Mikit azóta, mióta lement az ásnap. Itt valami nem stimmel, tekerj bele! Ezek nem mi vagyunk? Á, nem létezik. Biztos, hogy jól kerestél rá? De várjatok, azok nem olyan, mint Martin. Ha a gyerekek, nekem ez nem megy. Martin, ne görcsölj, ez már jobb nem lesz. Matekházitok, kész van? A fele úgy, ahogy megvan. Elkérhetem? Jó pénzért bármit, testvérem. Ez az osztályfilmünk. Na nézzük tovább, most már nem hagyhatjuk félbe. De fognak hiányozni ezek a szünetek. Ági néni tájának párja nincsen. Már megint ez. Aj, ráadásul még menzát se rendeltem. Ehetek egész hónapban, álmenünk. Jó hét lesz ez is. Inkább jó év. De legalább a társaság miatt megéri. Igaz, ez mindent visz. Jaj, ti szegények. Bezegni vidékiek, minden nap bejártunk. Az volt az igazi rémálom. Úgy látom, az osztályzanzásításából ti sem maradtatok ki. Nézzük is meg, hadd lássa mindenki reggeli kálváriátok. It's a beautiful morning. Jaj, ezek a mai fiatalok. Egész nap csak ülnek az iskolába, ami nyilván fárasztó, hisz fiatalok. Hova?
Ez tavaly szeptemberi, nincs kitöltése. Diák matrica. Jó van, mennyi? Jaj, ezek a mai fiatalok. Milyen egy trehány, udvariatlan kis pimasz. Nem irigyellek benneteket. Nekünk egyetnek meg még a 7-50 sem jött össze. Na de teker bele, nézzük meg, mi van végig. Húha! Úgy látom, osztályfőnöki lesz. Hát kíváncsi vagyok, vagy elsőre? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenöké állnak. Köszönöm, miért te? Elnézést, Tamás, de hát késett a buszom. Te Ákos! Becsengette! Mondd az imád te is! Hát de csak késett a buszom. Nem baj, minek bár? Gyereke! Csendesen! Na akkor, nézzük a házásokat. Van itt nekem olyan, hogy Tünde szeptember 3 történelem óra. Majd hozom. Hát a gyerekek, hát azóta már majdnem eltelt fél év. Jó, hogy nem tavalyi hiányzásokat igazolunk. Nem hiszem, hogy olyan nehéz hozni. Már elnézést a kifejezését, azt a nyambat papírtot hiányoztam. Nekem nem kötelező ezzel foglalkozni ám. Hát az osztálykirándulás. Arra van már valami ötleti? Meg gondolkozni kéne már. Szervezés az utolsó pillanatra adtuk mindig, mégis a MÁV meglepő módon időben elvitt a célig. Csomagjainkat porban húzva vittük hosszú túrára, de útközben nem gondoltunk másra, csak az esti bulizásra. Emlékeztek még az első osztálykirándulásra, mikor elénk tágult életünk legszebb kilátása? A látvány a libegőn vagy a tengerszem, ezek miatt nekem sárgos voltak a kedvencem. Nem, a hortobány jó volt, mint a többi. A palacsinta? Nem, miért kell neked mindig a kajával jönni? A Hienszú híd, az Alföld látványa, az egész világon nincs neki párja. Na de ne hagyjuk ki a sorba Kolosztót sem. Azelőtt a tisztán nem voltam még sosem. Játszottunk, nevettünk, beültünk egy filmre. Szívesen gondolok vissza erre az élményre. Naha, erre nem is emlékeztem már. Mennyi szép emlék. Nézzük meg, mi van még itt. Te kertelem. Na, állíts meg! Ez matek óra. Ezek voltak a kedvenceim. Dicsérdesség, hogy köszönöm, értek, nem? Mi ez a kevés érdeklődés? Pedig még a dolgozatot sem írunk. Mindegy, valaki írja fel a hiányzókat, a többiek pedig nem fejezik be a kérdést. Haladjunk, mértani sorozatok. Tanár, nem lehetne egy kicsit várni? Ennyi idő alatt képtelenség mindent leírni. Jó, de akkor valaki hozzon két F-be. Eddig a körben belírtam, de már az is elkopott. Milyen szorgosan dolgozik az a két fiú? Ha így haladnak, ti már nem látjátok az új iskolát. De szerintetek hány fordulóval lehetne az oldani egy tetőnyi cserepet? Éppen cseréljük otthon, de a mesterét is én dolgozom. Na, mindegy, haladjunk valaki táblához. Ja, ilyenkor bezzeg megy a csend. Jó, hát akkor én jelölöm ki az önként jelentkezőt. Lucia, gyere! Tanám, én nem tudom. Nem baj, gyere, haladjunk már, hogyha rajtatok volna, még két évig itt kéne maradni osztály, vagy az érettségi után. Milyen rendes versenyző. Múzza az időt, hogy jöttek diáknak, ne kelljen kimenni, de... Szőz, Mária! Lucia, én nem az a Mária vagyok, de könyörök, csak nyugodtan. Könyörgöm, ugyanaz a példa, mint az előző, gyökér ugyanaz. De tudod, hogy inkább menjél a helyedre, mielőtt elsírom magam. Na, a többiekkel pedig haladjunk, a többiek pedig nem a moziban ülnek, mert azért fizetni kell, itt pedig nem. Fejezzétek már be a beszélgetést!
Esküszöm, legközelebb, ha dolgozatot írtok, felolvasást fogok tartani. Jó, hát megint elszöröztük az időt, kellemes nyarat, augusztusban találkozunk. Apa, veszel nekem fagyit? Nem. Apa, nézd, mit építettem. Jaj, de szép. De nem is nézed. Jó, apjám, csak is jó lesz. Jó. Nézd, kik ezek a jó csávok? Az igen, milyen helyesek, mintha láttam volna már őket valahol. Hello, hello szép fiú. Sziasztok, Ájj. Mi lenne, hogyha elmennünk valahol bulizni? September. Hello, darkness, my old friend. Talk with you again, because a vision softly creeping. Milyen óránk lesz? Riasszám. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki amen. Köszönöm, jöjjetek le. És akkor végigvettük ugye a második világháború témakörünket. Nos, van egy jó hírem. Témazáró dolgozat következik. Hogy is van óránk? Pénteken, illetve jövő hét kedden. Mikor szeretnétek megírni? Találni olyan opció nincsen, hogy soha. Nem csináljuk ezt, fiatalok. Ti tudjátok, hogy mikor legyen. Döntsétek el. Szavazzunk. Akkor ki szeretné még a héten megírni a témazárót? Szerintem ez elég egyértelmű. Rendben, akkor majd én eldöntöm. Szerintem legyünk túl rajta a héten, és akkor jövő héten új anyagot vennünk már. Jó lesz az, fiatalok. Tehát akkor péntekre hozom, lesz jellegünk teljesen lesz meg benne, illetve egy hosszú eszély. Mikor lesz ennek vége már? Hát, mi ezt sosem fogjuk látni. Én a liftet próbálnám már ki egyszer. Hámon csak királyra. Kótáné tanányon már rájött, miért kell ezt liftet építeni. Emelik a nyugdíjkorra, tehát. Ez jó, ez még egyszer! Az ide a távirányítót. Azt hiszem már elég volt az anzából. Tanulnunk is kéne valamit. Hát akkor marad a füzet. Nézzünk bele, hát ha ragad ránk valami. Nem húzhatnék újabb tanárnak. Az élet szomorú és kegyetlen. Menni fog az. De még a csodálatos fejleted előtt felolvasom neked a napi szépen. Tartsd a nehezet könnyűnek, és a küzdelmet gyönyörűnek. Csodálatos. Akkor, ahogy tanultuk, szépen, ügyesen artikulálva. Kosszolányi a 20. század egyik legjelentősebb alakja volt. Pazar! Esik a Neolajnákra, mit tudsz elmondani? Hát, arra nem jut a szangatlan. Jaj, bocikám, ne csináld! Tanultuk! Gyengusz ez így aranybogal, miért nem tanultál? Gyerekek, szörnyű rémálmom volt.
Tudtam, hogy késő lesz már márciusban elkezdeni tanulni. Ne aggódjatok, hiszen szép jövő elé nézünk, mert vannak céljaink, álmaink. Kész. Szia. 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 Hé, nagyon ismerzett nekem az a férfi. Tényleg, vár, oda megyek. Hé, Marci, nem te vagy az? Már ez a léve nem láttalak. Mi történt veled? Úgy tudtam, tanárnak belőle. Jaj, Marci, mondtad, ez az ület. Hát te nem hallottál rá. Sziasztok. Hát igen, tanárnak vagyok, de csak hobbi szinten abból nem lehet megélni. Uram, kérem szálljon meg főállásom, pedagógus. Szegény szerencsétlen. Tessék, itt van. Vigye az egész tárcám. Most pedig szeretnénk köszönetet mondani osztályfőnökünknek. Hálásak vagyunk a bizalmáért, az önállóságra való nevelésért és a lelkesedésért, amit minden egyes közös szervezésnél tanúsított. Köszönjük az elmúlt 4 év minden örömét, bánatát, segítségét és türelmét, amelyek jelként mind megmaradnak bennünk az életünk során. Szerény ajándékunkkal szeretnénk megköszönni az elmúlt évek munkáját. Mindegyikünk írt egy-egy kedves emléket, kívánságot vagy köszönetet. Így ezzel a szeretetbefűttel szeretnénk kifejezni hálánkat. Sem hagyhatjuk ki a sorból, akiknek szintén szeretnénk köszönetet mondani a 4 éven át tartó nevelésért, emberi válásunk segítéséért. Minden tanárunknak, akik az utunkon kísértek, készítettünk egy-egy szeretetbefőttet, amelyeket már a tegnapi főpróbán átadtunk. Ezzel a jelképes, ám annál nagyobb szeretettel készült ajándékokkal szeretnénk hálánkat kifejezni. Így megköszönve a türelmet, a megértés, a szeretetet, a tudást, a kedvességet, a figyelmet, az életre nevelést, az odafigyelést, a lelkesítést, a törődést, a dísztermet, a hangulatot, a viccesztorikat, a belénk vetett hitet, a tanácsokat, a biztatást, a megmértetéseket, a támogatást, a szigort, a javító dolgokat, a lehetőségeket, az engedményeket, a nagy lelkűséget, a napi szépet, az aranyköpéseket, a motiválást, az együttműködést, a segítségeket, a bátorítást, a rugalmasságot, a próba lehetőségeket, a befogadást, a példamutatást, az emlékeket. Diák, te lányos, valahogy boldog út. Sok
csak szeret, pusztán azért, mert félsz. Nem látod még a jövőt, letávakít az út, ha sötét a múlt. De az vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres önzetlenül, csak szeret, pusztán azért, mert félsz. Hibákat keres önzetlenül, csak szeret pusztán azért, mert élsz. Nem látod még a jövőt, letávakít az út, ha sötét a múlt. De az vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres önzetlenül, csak szeret pusztán azért, mert élsz. Nem ismered a jövőt, nem látszol le a múlt, te vagy az út, amit az jel végig veled. Sose fél, aki nem hibákat keres önzetlenül, csak szeret pusztán azért, mert élsz. Nem látod még a jövőt, letávakít az út, ha sötét a múlt. De az vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres önzetlenül, csak szeret pusztán azért, mert élsz.
iskolán spirituálisát, hogy áldja meg a gongjainkat. Még mielőtt megáldanám ezeket a gombokat, végignéztem a jelenlévőkkel együtt a műsorokat. Kis idő múlva ezek a gombok a végzős tanulóink mellkasán fognak landolni, vagy így mondjam, és azoknak a kezei által, akiket az imént láttuk köszönteni. Az osztályfőnökökről van szó. Ők lesznek azok, akik mellkasaitokra feltűzik ezeket a gombokat, és ahogyan láttam a műsorokat, biztos vagyok benne, hogy meghatódott pillanatsorok lesznek ezek. Mindjárt megáldom és megszentelem ezeket a gombokat, de egy gondolatot még engedjenek meg a jelenlévők. Abban is biztos vagyok, hogy ezeket a gombokat az elkövetkezendő hónapokban büszkén fogjátok viselni, amerre jártok, keltek a városban, mindenhol, úgymond, be fognak azonosítani benneteket, hogy akkor ti gárdonyisok vagytok. És a gombok árulkodni fognak arról is, hogy végzősök vagytok, végzősök vagyunk. Tér és idő. Ezek a gombok ezt a két dolgot fogják jelezni, hogy az életeteknek egy jelentős részét ebben a térben töltöttétek el, a Gárdonyi Ciszterci gimnázium falai között, és az időt is, az idő múlását is jelképezni fogják, hogy elmúlt az az idő, ami elvezet benneteket az érettségi vizsgához. Miközben a műsorokat néztem, láttam ezeket a deszkákat, amelyeket már sokszor láttam az elmúlt időszakban. Színpad, nem világot rengető deszkák, de az biztos, hogy az érettségi után kiléptek a nagybetűs élet igazi színpadára, azok lesznek világot rengető deszkák, és hát az elkövetkezendő hónapokban, ami egy jelentős év lesz, a 2020-as év, mindannyian azért fogunk drukkolni nektek, hogy egy sikeres érettségi bizonyítvánnyal a zsebetekben, tarsolyotokban meg tudjátok állni a helyeteket ebben a mai európai magyar valóságban. Ehhez kívánunk nektek sok erőt, kitartást és a Jóistentől kegyelmet. Könyörögjünk, mindenható örökisten, alázattal kérünk, áld és szenteld meg ezeket a gombokat. Add, hogy mindazok, akik ezekre reátekintenek az elkövetkezendő hónapokban, és Szent Neved segítségül hívásával használni fogják és büszkeséggel fogják hordani, elteljenek minden ég és földi kegyelemmel, szívükben mély hittel és szeretettel. Kérjük ezt Istenünk a te dicsőségedre, magyar népünk, nemzetünk javára, és a diákok boldogságára és örömére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Most imádkozzunk az ezt viselő diákokért, úgy, ahogy a Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További szép estét mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.